Tárnok Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a szezonzáró ünnepségen az összes csapat tagjai és edzői is megjelentek. A Dombóvári Focisúlyi Egyesület egy jó néhány évvel ezelőtt már megteremtette azt a hagyományt, hogy évről évre a szezont idézőjelbe elbúcsúztatja. Tehát egy évzárót tartunk, ez a mai nap délutánjára esett. Az idő is olyan volt, hogy vagy borult, vagy nem. Vagy jó lesz, vagy nem, nem húzzuk már tovább. Ugye a másik két olyan érdekesség, ugye, hogy az idei évben a tanév egy héttel még hosszabb, tehát még az iskola zajlik. Amúgy meg a másik apropó, ami a focisberkekben szinte mindenkinek köztudott, hogy holnap kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság, tehát azt szerettük volna, hogy oda beleessen, tehát ezért tűztük ki ezt a mai napra. Tulajdonképpen az összes csapatunk megjelent, az összes edzőnk megjelent, ilyenkor egy picit mindig értékeljük az évet, meggratuláljuk a díjazottjainkat. Szerencsés módon ebben az évben is két bajnoki címet ünnepeltünk, az U9-es és az U17-es csapatunk Tolna vármegye futsal bajnoka lett, de még ha mondhatom, ennél is nagyobb siker volt, hogy a két magyar labdarúgó bajnokságban szereplő csapatunk közül az idősebbik, az U17-es csapatunk, az a délnyugati régióban bronzérmet szerzett, ami egy nagyon komoly eredmény, ami abban is megmutatkozik, hogy innen már vannak játékosaink, akik ugye a nevelési fázisnak a vége felé járva már a felnőtt csapat ajtajánál kopogtatnak. Tulajdonképpen ez a nap csak az ünneplésről, az együtt eltöltött kellemes időről szól. Az ünneplésen, illetve a díjazáson túl a gyerekeink, illetve a szülők egy kis ételben részesülnek, valaki babgulyást, valaki pizzát fog elfogyasztani. Ez mellett ugye szülő gyerekfoci, egyéb olyan edzők által kitalált kreatív dolgok is még jambori jelleggel megtörténnek, amik egy ilyen évzáró meg kell, hogy történjenek. Kicsit az edzők, ahogy látom, még külön is vonulnak a saját csapataikkal, elbúcsúztatják a 23-24-es szezont, átbeszélik azt, ugye, hogy jön a nyár, és hogy jövőre már ugye kialakultak a focisúlynál, hogy milyen osztályba szeretnék indulni, és hogy ki az, akik ugye mondjuk tanulás vagy egyéb más miatt ugye vagy eligazolnak, vagy abba hagyják. A mai világban úgy tudunk elmenni a nyárra, hogy már a komplett 24-25-ös szezonnak a költségvetése a számlánkon van, utolsó felajánlónknak a NAV általi kiutalása ma megtörtént, tehát itt ezután szeretném megköszönni mindegyik olyan cégnek, aki minket támogatott abban, hogy a 24-25-ös sportfejlesztési programunkat és az összes csapatunkkal a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. Ehhez én, mint elnök, abban a szempontból nyugodtan állok hozzá, hogy a költségvetésünk már megvan rá. Azt a munkát, amit idén is elvégeztünk, azt szeretnénk folytatni, sőt, ha lehet, akkor még előrelépni. Szerinte a szezon zárása sikeresnek mondható, a hiányosságokat viszont javítani fogják.